Hiába volt megállapodás a szocialisták és a DK között arról, hogy győzelme esetén Molnár Gyula a DK frakciójába ül be a következő ciklusban. Az MSZP felfüggesztette a korábbi pártelnök tagságát. Az okokról Molnár Gyulát kérdezzük. Aki most ül velem szemben. Igen. Jó estét kívánok! Az MSZP korábbi elnöke, most már a DK képviselő jelölt jelöltje. Jó estét! Mi történt? Érdemben nem nyilatkozott erről, amióta megtörtént ez a furcsa lépés. Igen, na hát nagyon köszönöm, hogy ezzel kezdi, mert én is ezzel kezdtem volna, hogy én szándékosan nem akartam megszólalni az elmúlt napokban, mert azt gondoltam, hogy ahogy itt is elhangzott, hogy fontosabb ügy az előválasztás maga, fontosabb a Fidesz leváltása, mint az, hogy a belső dolgainkat kiteregessük. Tehát az elmúlt napokban annyi minden félrehallás, félreértés történt, hogyha ha lehetséges, akkor én ezt megpróbálnám valamilyen formában az én olvasatomban helyre tenni. Tehát, hogy ahol én ülök, ahonnan én megértem ezt az elmúlt egy hónapot, ez hogyan látszik? Na, hogyan látszik? Felhívták a DK-ból, vagy ön gondolta úgy, hogy jelentkezik a DK-ba és DK-s színekben indul, sőt a frakcióba is beül, vagy egyszer csak így gondolta. Mi történt? Hát akkor hadd kezdem egy erős mondattal, hogy akarta fene DK-s lenni, tehát én nekem ez eszembe se jutott ez a dolog. Itt szerintem az alapállás hibás, amit én hallottam az elmúlt időszakban. Akarta fene DK-s lenni, ezt mondja, akkor ki akarta, hogy DK-s legyen? Hát pont ezt akarom elmondani, az alapállás itt hibás, amit hallgattam itt a pártvezetőket, hogy az én kérésem volt. Hát ez nem igaz. Ez most egy finom, azt mondom, hogy csúsztatás, vagy nem felel meg a valóságnak. Itt ült velem szemben múlt hét kedden Tóth Bertalan, és az, amikor megkérdeztem, hallottam, hogy... megnéztem. Csak hallottam. A nézőknek mondom, aki esetleg nem hallotta, megkérdeztem tőle, hogy miért megy át a DK-ba, miért DK-s színekben indul. Azt mondta, hogy kérdezzem meg önt, az ön döntése volt, és ők ezt tiszteletben. Igen, igen, aztán ezt hallottam pénteken is a budapesti elnöktől is. Itt az a probléma, hogy ez nem így volt. Tehát az a helyzet állt elő, hogy megvolt egy tárgyalás úgy, hogy engem senki nem hívott fel előtte, senki nem hívott fel közbe, és aláírtak úgy egy megállapodást a pártvezetők, hogy engem nem kérdeztek meg, hogy egyébként mit gondolok erről a megállapodásról. A DK-tól tudtam meg, ez a megállapodás megtörtént. Ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni, azért, hogy ebben a megállapodásban Hiller Istvánhoz és Komjáti Imréhez szereztek egy DK támogatást, ezért engem idézőjelben ingyen átadtak a DK-nak. Tehát itt az történt, hogy nem adott ellentételezést ezért az MSZP, hogy a DK visszalépjen az én javamra is, mert egyébként ez a mi körzetünkben ez egy fontos kérdés, hogy a DK indul, vagy melyik jelöltet támogatja. Ez szerintem egy fontos dolog volt. A DK azt mondta, hogy mit kapunk érte, szerintem az volt, hogy semmit, akkor viszont mi lenne, ha a frakcióba beülne. Erre azt mondták az én pártvezetőim, hogy legyen így. Na most az a probléma, hogy amikor ez megtörtént, én mindig úgy olvastam ezt a dolgot, hogy hát sok mindenre hajlandó vagyok azért, hogy itt legyen változás az országba, de azt nem gondoltam volna, hogy van egy titkos záradéka ennek a megállapodásnak, vagy hogy egy olyan záradék, amiről nem tud senki, hogy ha én ezt egyébként elfogadom, akkor engem felfüggesztenek, akkor egyébként engem bármilyen szempontból kizáratnak. Ez az igazi probléma. Na de várjon egy picit, az előbb azt mondta itt nekem, hogy önt ingyen eladta az MSZP vezetése a Demokratikus Koalíciónak, akkor ezek után maradt volna még a pártban, mert most meg a záradékot kifogásolja. Hát én egész végig úgy gondolkoztam, hogy én ugyanolyan jelölt vagyok, mint a többiek, akit az MSZP Párbeszéd jelölt, a DK visszalép a javára, csak velem szemben nincs mondjuk például kompenzációban Varjú László, vagy Barkóczi, vagy valaki, hanem nekem az a kompenzáció, hogy azt kérik tőlem, hogy majd amikor a választásoknak vége, akkor a DK frakciót válasszam. Tudja, itt az a probléma, hogy én ezt cselekményt nem követtem még el. Ahhoz még két aktusnak lenni kell, az egyik az, hogy meg kell nyerni az előválasztást, emberek döntenek, második pedig a nagy választást is. Tehát most nem pontosan értem egyébként, mi a probléma. Én végrehajtottam azt a párt kérést, ami arról szólt, hogy induljak a választáson, és fogadjam el azt a felkérést, hogy majd a DK frakcióba ülök. De most már sokkal rosszabb a helyzet, őszintén mondom. Tehát most már ilyen sokkal mélyebb a vita, mert ugye közben felfüggesztették a párttagságomat. Egészen elképesztő, amit mond egyébként. Mi kedden bemutattuk azt a dokumentumot itt adásban, amit aláírt Karácsony Gergely, aláírt Gyurcsány Ferenc, és aláírt Tóth Bertalan. Ön akkor erről nem tudott egyáltalán? Én erről előzetesen nem tudtam semmit, néhány nap múlva tudtam meg, de még egyszer mondom, akkor is én úgy értettem ezt a dolgot, hogy hát ez egy döntés, nem vagyok tőle boldog. Na de várjon, azt nem hiszem el. Tényleg? Azt nem hiszem el, hogy azt mondja, hogy ön ezt így tudomásul vette. Miért vette volna tudomásul? Egy csomó helyen megállapodtak az ellenzéki pártok. E mögé beáll itt ez, a mögé beállott ez. Miért adta volna el az MSZP? Miért nem kérték egyszerűen a DK támogatását? Tehát ez teljesen érthetetlen. Ez egyébként az a típusú kérdés, amit én is szívesen
fölteszek magamnak, amikor gondolkozom, és fölteszem a pártvezetőimnek, amikor majd találkozom velük, hogy erről beszéljek. Azóta ezt nem tette fel ezt a kérdést, hogy ön, aki nyert ebben a körzetben, igen, tehát ez miért, a probléma, hogy én is, hogy pártelnöke voltam. Miért adják át a demokratikus koalíciónak? Igen, tehát lehet, hogy pártelnöke voltam, és lehet, hogy aki nem értett velem akkoriban egyet, de mégiscsak én 2018-ban nyertem ebbe a körzetbe. Ez egy nyerhető körzet velem. Én így gondolkozom. Nem világos, hogy miért nem tárgyaltak úgy, hogy adott esetben az én támogatásomért mit lehet kapni. Én higgyel, én nem mozdultam volna meg, hogyha ez a dolog úgy megy, ahogy mindenki másnál, ahogy elmondtam, hogy Hiller István, Komjáti Imre, így ment a dolog, kaptak támogatást, köszönjük szépen, ők is DK-s jelöltek lesznek abban az értelemben, és ne felejtsen el még egy de dolgot. De ön bocsánat, akkor meg sem mozdult tulajdonképpen, mert akkor ez minden a feje fölött történt. Nézd, ugye ez hogy történik? Most akarok egy nagyon buta példát mondani, hogy én állok a kereszteződésben, ott egy rendőr integet, hogy jöjjek, de mondom, piros a lámpa, mondta, hogy ne, jöjjön, én megyek. És csak megállít, azt mondja, akkor jogosítvány forgalmi, és megbüntetem. Én nem tudtam, higgy el, őszintén mondom, én vagyok a legjobban megdöbbenve, hogy ennek az egésznek ilyen következménye van. Én úgy gondoltam, hogy ez a megállapodás arról szól, nem vagyok tőle boldog, ezt elmondtam, hogy akkor én a DK frakciót fogom majd erősíteni. Az, hogy ennek ez a következménye, én ezért őszintén mondom, harcolni fogok az utolsó percig, tehát ha valaki arra számít, hogy most felállok, akkor nem állok fel, állok a vizsgálat elé, és be fogom bizonyítani, hogy én jártam el pártszerűen. De milyen vizsgálat van most? Valami etikai. Ellen? Etikai. Ja, de kizárták, vagy felfüggesztették? Nem, fel vagyok függesztve, és az etikai vizsgálat fogja eldönteni azt, hogy... És hogyha úgy dönt az etikai vizsgálat, hogy... maradhat az MSZP-ben, akkor maradni fog az MSZP-ben ezután? Akkor én azt gondolom, hogy olyan szereplő leszek, ha ez végre normalizálódik a dolog, mint Burány Sándor a Párbeszédben, aki a kispesti MSZP elnök, csak kölcsönjátékosként játszik most a Párbeszédben. Egyet meg kell érteni mindenkinek. Tehát akkor marad az MSZP-ben és a DK frakcióban ülök, ha ez lehetséges. Én egy ilyet el tudok képzelni, de azért egy picit nézzük szélesebben a dolgot, nem vagyok politológus, nem akarok elemző lenni. De ez a kérdés szeptember 26-ai kérdés, amiről most beszélünk. Mert utána nem tudunk egy egységes felületet felmutatni. Akkor aki győz, az hat pártnak lesz a jelölt. Előtte nem tudnak akkor. De ezt akarom nem mondani, bizonytalanítja nekünk... az ellenzéki szavazókat, hogy most nézik akár ezt az adást, vagy bármelyiket, hogy itt néha fellebben a függőny, hogy mi mehet önök között, mint például most az ön esetében, vagy ott van Szakács László esetében. De ez nem bizonytalanítja az előválasztásban a szavazókat? Én személy szerint nagyon meditáltam, hogy ezt a mondatot elmondjam, de sajnos azt kell mondjam, egyetértek önnel, mert az előválasztás egy kiváló intézmény, de ha ilyen módon csináljuk, akkor pont azt veszítjük el, amitől egyébként például a Karácsony Gergely főpolgármesterség jelöltsége működőképes volt. Tehát igen, nagyon-nagyon gyorsan túl kell ezen esnünk, az előválasztás sokaknak meglepetés fog okozni. Ez másról szól, mint a nagyválasztás, és utána nagyon-nagyon össze kell zárnunk. Szakács László is DK-s színekben indul. Beszélt vele? Beszéltem. Vele mi történt? Ugyanaz történt, mint önnál? Hát bizonyos szempontból olyan képeket tud mondani, ami sokkal világosabbá tesz, az autópályán megyek, megállítanak. Én azt gondolom, hogy az ő helyzete abból a szempontból súlyosabb, hogy ott egy vélelemre alapozza mindezt a pártvezetés, szerintem hibásan. Az én esetemben pedig az aláírt megállapodás után egy félreértelmezésre alapozzák. Dobrev Klára bejelentette, hogy visszalépnek a javamra, és ettől a ponttól kezdve elindult az a folyamat, mint hogyha én itt elkövettem volna azt, amit egyébként még egyszer mondom, a pártvezetés írt alá. Tud-e még olyan szocialistákról, akik mennek ön után? Nem, szerintem téved, aki azt gondolja, hogy ez most egy ilyen vadászat. Én azóta beszéltem a DK vezetőivel, kifejezetten nem az a cél ebben a szakaszban, hogy bármilyen szempontból további skalpokat vadászon bárki. Nincs erre most szükség szerintem. És miért nem lép be a DK-ba? Ez a kérdés most még nagyon nincs napirenden. Akkor szeretném... 22 után mondjuk megnyeri a körzetét, odaül a frakcióba, belép a demokratikus koalícióval? Hát nézd, jussunk el odáig, hogy megnyerjem a körzetemet, és legyen kormányváltás, és akkor én azt mondom, hogy minden lehet, de én szerintem fogunk még ebben a műsorban beszélgetni arról, hogy milyen személyösszetételű, milyen politikai struktúra lesz Magyarországon, amikor ennek a hat pártnak újra kell saját magát definiálni a kormányzásban. Ez egy teljesen más helyzet lesz, erre van egy vízióm, de ez biztos, hogy szétfeszíteni ennek a műsornak a kereteit. Azért még próbáljunk meg szétfeszíteni. Kérdeztem volna erről egyébként, még van egy percünk. Mellár Tamás azt mondta, és egyébként az önlépésére is utalt ebben a műsorban is elmondta, hogy 22 után ha nyer az ellenzék, de ha nem nyer, akkor is egy teljesen új pártstruktúrára van szükség, mert nincsen semmi értelme, hogy legyen 6-7 vagy X kis párt. Erre gondol? Hogy egy vagy két nagyobb párt lesz, ami a lebetagozódik a többi? Igen, tulajdonképpen erre gondolok. Tehát azt mondom önnek, hogy ha nem nyer az ellenzék, akkor nincs miről politikai ellenzéseket tartani, akkor azt gondolom, hogy az ország újra fogra rendezni a politikai viszonyokat helyesen. Ha pedig nyerünk, és Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök, amiben szintén bízom,
akkor azt gondolom, hogy az ő civil mozgalmának a szerepe, a szélső jobb, a bal oldalon álló szereplők, a Momentumnak is nyilván definiálni kell szélső sokkal jobban. Most kire értettem? Most a jobb oldal szélén lévő jobbikra értettem, mert csak ők vannak ebben a mezőnyben. Tehát itt mindenkinek újra kell majd egy picit definiálni magát, és higgye el, hogy szerintem lesznek meglepetések. Tehát, hogy milyen frakciós struktúrák, milyen pártstruktúra lesz, abban szerintem lesznek még nagyobb meglepetések. Ha most fogadnia kéne, 22 után lesz még MSZP, ön szerint? Biztos, hogy lesz MSZP. Az a kérdés, hogy ezzel a folyamattal erősödni tud az MSZP, vagy pedig bizonyos szempontból stagnálás irányába megy. Muszáj befejeznünk, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm.